Szombathely csapatát fogadtuk szombat este, kora este a csarnokunkban. Rangadóhoz méltó meccs volt, hangulatában és az alakulásában is. Félig üres, vagy félig tele van ez a bizonyos pohár? Nagyon jót kérdeztél így a legvégén. Alapvetően én olyan ember vagyok, hogy mindig félig tele van a pohár, és ezzel a szemlélettel élek, és ezzel a szemlélettel dolgozok, hogy arra a félig telire tudjunk tölteni mindig, és inkább pozitívan próbáljuk megközelíteni a dolgokat, mondjuk, hogyha már ezt így hoztuk elő, akkor tulajdonképpen pozitív, hogy ezt a végjátékot most mondjuk az viszonylag jobban hoztuk le, és mi tudtunk pontot menteni, vagy pontot szerezni itt a mérkőzésnek a legvégén, de nagyon bosszantó, hogy tulajdonképpen 16 darab zicsert hagytunk ki. Ezek 7 méteresekkel, betörés zicserekkel, beálló zicserekkel együtt értendő. Ez rengeteg volt, és a legnehezebb dolgunk abban volt, hogy nem egy ember hibázott, hanem mindenki gyakorlatilag elkövette azt a néhány hibát, amivel összejött ez a 16. És azért volt nagyon nehéz, mert ha csak egy ember, akkor azt megoldjuk, vagy két ember megoldjuk így, hogy most azért több ember el tudott rontani úgy helyzeteket, hogy egyébként azt azért merem mondani, hogy uraltuk a játékot, mert minden taktikai megoldásunk, taktikai variációnk az működött. Tudtuk, hogy az a kemény védekezés, ami jellemző lesz, az meg fogja határozni majd a mérkőzés eredmény alakulását. Sajnálom ezt az elvesztett pontot ilyen tekintetben, hogy az ittszerek miatt így fejeztük be a mérkőzést. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy tudtunk élni a pályán, és sokkal jobban szeretem azt, hogy nem meghaltunk a győzelemért, vagy meghaltunk a döntetlenért, hanem éltünk a pályán, és élni tudtunk a pályán, és szeretnénk élni a következő mérkőzéseken is. Igen, egy igazi rangadó hangulat volt ma. Mind a két csapat nagyon felkészült, ez látszott is, hogy sokáig fej-fej mellett haladtunk. Igazából a nagyon sok kihagyott zicserünk megbosszulta önmagát, és a végén igazából örülhetünk, hogy pontot tudtunk menteni itthon, és köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien kilátogattak, és rangadó hangulatot varázsoltak.